A meccs első 15 perce, mint utólag kiderült, megfosztotta a szexárdiakat ettől a lehetőségtől, a gyors egymás utánban bekapott három gól miatt, és nagy cseke gólját követően hamar jött az újabb asztra találat, miután 4-1-nél kezdték a második játékrészt a csapatok. Az UFC futzálos lányai nem adták fel a küzdelmet, harcossággal párosuló pontos összjátékok után sorra alakultak ki a nagyobbnál nagyobb gólhelyzetek, amelyekből bőven behozható lett volna a három gólos hátrány, mert hogy az Astra nem igazán tudott komoly gólszerzési lehetőségeket kialakítani. Nem volt egy igazán higgadt befejező embere a sárgáknak, akiknek ezúttal a kapufa is ellenfélnek számított, hiszen többször is a játéktér ezen tartozéka mentette meg a vendégek kapuját a góltól. Szűk másfél perc volt vissza, amikor két gólra csökkent a különbség, de eme rövid idő alatt is teremtődött annyi lehetőség a szexárdiak előtt, hogy egyenlíthettek volna. De e tekintetben, ahogy mondani szokás, ezen a meccsen nem tudták átlépni saját árnyékokat, és meg kellett elégedniük a hadcsapatos futzál elitliga hatodik helyével, amivel persze a többi csapathoz képest szerényebb lehetőségeik függvényében nem elégedetlenek, sőt, büszkék a saját nevelésű fiatal csapatukra. Mindenféleképpen szerettünk volna legalább egy harmadik mérkőzést kiharcolni. Sajnos az első 15 percben nem voltunk itt, és az el is dőlt a mérkőzés, holott úgy gondolom, hogy a második félben simán visszajöttünk volna a helyzeteink alapján, akár meg is fordíthattuk volna a mérkőzést simán, amennyi helyzetünk volt. Ma az a csapat győzött, aki a kevesebb helyzetéből többet berúgott, viszont sok helyzetünkből nagyon keveset rúgtunk be, tehát ez döntött. Én gratulálok a lányoknak az első fél utolsó 5 perc és a második fél teljesítményükhöz. Az első 15 percet azt elmondtam nekik, hogy az az értékelhetetlen, tehát azt nem is értem, hogy mi történt itt a lányokkal. Viszont utána, hogy visszajöttek a mérkőzésbe, ahhoz gratulálok nekik, és a jövőnk szempontjából ez nagyon fontos volt. A szexárdi UFC számára nem ért véget az idény, mint ismeretes, a Magyar Kupa címvédőjeként ott lesznek a Micskó Márk és Kágyi István tanítványok a kupa idei 4-es döntőjében is. Nem lehet ugyan az erőviszonyok alapján az az elvárás, hogy hozzák újra haza a szexárdra a serleget, de titokban minden játékos abban reménykedik, legalább az elődöntőt sikerrel veszik. És a döntőben egy adott napon, egy adott meccsen bármi megtörténhet, még ha éppen az aktuális ellenfél az esélyes a kupa győzelemre. Sajnos a mi kereteink, a mozgásterünk nagyon korlátozottak, tehát nagyon kevesen vagyunk, így nem tudunk olyan játékot játszani, amit én igazán évek alatt játszottunk itt a futszál csapatainkkal, ahhoz alkalmazkodunk, amink van, arra alakítjuk ki a taktikát, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég majd. Tekintettel arra, hogy a futzál ma már nem az egyetlen szakág a szexárdi UFC női szekciójánál, megjelent a nyújtott, illetve a nagypályás képzés. A szakmai munka egészét koordináló klubvezetőnek a közeljövőre nézve vannak már e tekintetben is jó hírei. Persze utánpótlás fronton a legjobb eredmény még a futzálhoz köthető. Az elmúlt évtized szervező munkájának köszönhetően szélesnek mondható a női foci hátországa szexárdon. Ennek a sokszínű felépítettségnek a hozadéka egy önálló szexárdi MB2-es nagypályás női csapat kialakítása lehet 2-3 éven belül.